kopszik a húzika. Na mi van? Várj egy picikét. Mit várjak egy picikét? A saját hazam, mit várjak? Várjál már egy picikét. Hát most ébredtem fel, fel kell megyek valamit. Elég szomorú, miért nem mehetek be? Azért, mert nem tudtam tőled éjszak aludni, egyfolytában horkoltam, most meg várom egy picikét. És ezért nem mehetek be a saját otthonomba? Miért nem tudtál picikét várni? Nem lehet milyen picikét várja? Azt kérdeztem, hogy várj, azt kértem, hogy várj egy picikét. Edina nagyon komolyan veszi egyébként mindig a szerepét, tehát mondtam neki, hogy azért figyeljen oda, hogy most, hogy tényleg meglepetést akarunk, akkor Győző ezt nehogy meglássa, mert hát akkor utána oda az egész. Szeretnénk Bejával csinálni valamit, és nem tartozik rád, úgyhogy hellóka. De miért nem mehetek be a saját konyhámba? Hellóka! Bejöhetsz majd a saját konyhádba, de nem most. Úgyhogy légy szíves, menj el, mert csinálunk valamit, és nem tartozik rád, hogy mit csinálunk. Hello, szia! Mi nem érthető? Az nem érthető, hogy a saját konyhámba nem mehetek be. De bejöhetsz a saját konyhádba, majd pár perc múlva. Nem azt mondtam, hogy egész nap nem jöhetsz be a konyhába, azt mondtam, hogy most nem jöhetsz be a konyhába. Szóval várj egy kicsikét 10-15 percet, addig menj, foglald el magad valahol. Hát ezt nem hiszem, hogy a saját konyhámban nem tudok bemenni csajért. Ma ne haragudj, Lama. Hát bejöhetsz a saját konyhádba, majd később, de nem most. Mi mit csináltok? Itt van egy férfi? Nem, nincs itt. Dugtok egy férfit? El van rejtve egy férfi? Menjél már innen. El van dugva egy férfi? Hát az idegrendszerem hát szétszakadt tőled. Itt van egy rákló? Itt, öt, nem egy, öt. Vissza akarok jönni a saját konyhába, és akkor Edina jön, mint egy nagy security, mint egy nagy biztonság, és nyom kifelé engemet. Hol élünk, ember? 21-et írunk. Hol élünk? Valami nekem itt nem stimmol. Itt biztos, hogy raklót van eldugva. Biztos, hogy raklót dugnak el itt nekem. Álljon ma meg, amelyet belevitte be a taroszba. Ne haragudjon ma meg a világ, az ember nem tud lejönni reggelizni. Hát ezt nem lehet kibírni idegileg, hogy tőled nem lehet semmit kérni szépen. Mi ezt ki lehet bírni idegileg, de hogy figyelj, nem tud bemenni a konyhába? Nem, nem. Bejöhetsz a konyhádba, csak pár percet kértünk. Hogy addig légy szíves, ne gyere be. Itt van egy rakló. Persze. Aha, itt van 10-15 perc alatt már kibújtatom itt mindjárt valahol. Kibújtatom és a raklót. És most derül ki a fal tyúkjából, hogy itt van a rakló. Aha, gyere ma be, mi te is. Aha, szégyeljétek magatokat mind a ketten. Nem mehetek be a saját konyhamba, míg a hangom is elmegy. Hát valami raklót vagy gyereket dugtok itt, vagy mit csináltok? Két szégyentelen. Az a feltételezés, hogy biztos, hogy itt van valami hímnemű egyed, akivel mi valamit csinálunk, nem tudom mit. Azt pedig azért kérem ki magamnak, mert hogy azért elég nagy üvegablakok vannak itt, tehát azt, ha nagyon akarna, azt látna. És tulajdonképpen nem értettem ezt a feltételezést a Győző részéről, ez folyamatosan ezen agyal, hogy én itthon, vajon még itthon is, mivel nem megyek sehova, tehát akkor itthon csalom meg.